Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok! Hogyan szerezzük vissza az elvesztett skillt? Ez lesz a mostani témánk. Ez a videó talán az idősebb gamer társaimnak szól. Idősebb alatt azt értem, hogy 28, 30, 40, 50, tehát mindazok ti, akik ott vagytok kint, én kimerrem mondani. Hányan vagytok, akik kimeritek mondani a következőt? Amióta beléptem azokba a 30-as évekbe, mondhatni azt, hogy valahogy a skill nem ugyanaz. És most direkt hozok fel itt egy shooter gémet, mert, uh, hogy is mondjam, egy RPG-nél ez annyira nem számít, de így egy shooternél igen. Azt emlékeztek biztosan ti is ott voltatok 10 évesen, 20-as 20 évétek elején überül ment a játék. Tehát ne nekem legalábbis nagyon jól ment a játék. Ugye akkor kezdtem el videózni nagyjából 18 lettem, nem tudom, régóta videózom már. A lényeg az, hogy a 20-as éveimet is ugye végig videóztam, és akkor nagyon jól ment a játék. Minden játékban első voltam, olyan trükkök születtek, olyan megoldások születtek, hogy elképesztő, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt. Aztán elkezdtem idősödni, és így egyre lejjebb csúsztam így a listán, és így mikor így néha kikötsz a, a ranglistának így a utolsó előtti helyén, meg a közepén, meg ilyenek is, így vakarod a fejed, hogy Mi a jó Isten történt velem? Van ez így veled? Lemered írni, hogy ez veled is így volt? Uh, legalábbis mutassátok, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Szóval, mi a jó Isten történt? Pedig ott van a tudásom. Ott van a... A, az elmúlt évek tapasztalata, az a, mi, mindaz a, az a sok minden, amit leadtam videókba, kiadtam magamból, az még mindig ott van bennem, és minden skill, minden tudás megvan, ugye, ami szükséges ahhoz, hogy ugyanúgy jó legyek, például egy betőfélben első legyek, és így ülök, és így gondolkodok, hogy miért nem megy. Pedig, és szerintem ti is így vagytok vele, legalábbis én igen, például tegyük fel, hogy futok előre nézem a képernyőt, és észreveszek a szemem sarkából éppen csak, hogy megmozdult valami ott távol a fűszálban, és tovább futok. És akkor érdekes mod lelőnek arról a fűszáról, és akkor így leállok, és gondolkodok, hogy mi a jó Istenért nem reagáltam erre az eseményre, pedig észrevettem. És tudjátok az érdekes, ugyanúgy észrevettem 20 évesen, és ugyanúgy észreveszem 30 évesen, ugyanúgy meg rá a reflexem, 20 évesen reagáljak rá, ugyanúgy ellustultam 30 évesen, pedig a reflex meg lenne. Hogyan szerezzük vissza ezt a reflexet? Mi az, ami motiválna minket, ugye, arra, hogy újra elsők legyünk abban a toplistában, abban a játékban. Miért mondom ezt? Hajlamosak vagyunk, ugye, hogyha már beléptünk-e a idősebb gamer korosztályba, hajlamosabbak vagyunk, lusták lenni, nem reagálni különböző eseményekre, mert úgy vagyok velük, hát ha megúszszuk, megúszszuk, ha nem úszszuk, nem úszszuk. Pedig, és, és ugye a végén, mikor lejár a meccs, nem tudunk elsők lenni, pedig ugye mi is szeretnénk elsők lenni. Mi is ott szeretnénk, még újra ott szeretnénk lenni. Tudjuk, hogy jobbak tudunk lenni másoktól, és emiatt szeretnénk ott lenni elsően, de valamiért ugye nem megy. És én azt tettem észre magamon, de ez, ez, ez csak ugye rám tartozik. Amiért nekem ez nem megy, az igazából pontosan az mögöttem hagyott évek a rengeteg eltöltött óra ezekben a játékokban az, ami megakadályozza, hogy a régi teljesítményt hozzam. Mire gondolok itt? Már a sokadik battlefield és a sokadik kodon vagyok túl, és a sokadik videóban is mondtam el, hogy milyen pályastruktúrája van egy Call of nak milyen pályastruktúrája van egy Battlefield-nek, milyen pontban születnek az emberek mind a két játékban, mire kell figyelni, hol kell figyelni. És amikor már bejön az új játék, az új kod, az új Battlefield, és ránézel a pályát térképre fölülről, már látod, már tudod, ezt ismerem, ez már volt mi új van benne. És amikor az ember valami régit kap, új köntösben, akkor hajlamos lustán játszani, hogy is mondjam, így nem, mert úgy is tudom, hogy ott az lesz, de valójában azért minden játék egy hangján itt mégis másképp játszik. De mivel, hogy ennyi év tapasztalat van mögöttünk játékokban, így aztán hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy hát ez ugyanaz, és lényegében igazunk is van, mert sokszor biztos vagyok benne, hogy ti is hívottok vele, és sokszor mész előre a pályán, és tudod, hogy ott elemi lesz, ott biztos, hogy kempel valaki, ott egy tank, ó, mi meglepőd, nagyon új dolog. Nekünk veteránoknak, és nem csak egy shooter játékra beszélve, hanem sokat kell letanulni egy játékban, ugye? Már tudjuk, hogy ez a gomb, ez mire való, az a gomb, mire való, és még hozzá se értünk a játékhoz, de már látjuk azt, hogy melyik gombra mi fog helyeződni, ha nem, akkor már előre be van programozva a billentyűzetökben, mert manapság már azt is tudjuk csinálni. Mondhatni azt, ugye erre szokták azt mondani, hogy kihunyt a szikra. Én meg erre azt mondom, hogy ez egy balfasság. Nem. Egyáltalán nem hunyt ki a szikra. Nekünk 30-asoknak, 20 évek vége, 30-asok, 40-esek, 50-eseknek nem a szikra hunyt ki, hanem a minőség iránti vágy ö, változott meg amikor fiatalok voltunk, mint a bika, neki megyünk, aztán erőből, erőből toltuk végig az egész pályát. Elképesztő reflexek, elképesztő pörgösséggel, uh, megelőztél mindenkit, lelőttél mindenkit, és első lettél erőből. Nem über taktikáztad nagyon, mint most. És hidd el nekem, hogy ugyanez még most is benned van. És ezt kellene valahogy előhozni. És íme itt van egy megoldás, és nemrégiben realizáltam Battlefieldben, mert a Battlefieldben nagyon jó kis challenge vannak arra, hogy megszerez fegyvers És az egyik legjobb challenge szerintem az az, amikor bizonyos arany részekért mész az egy egyes fegyverekért. És ez a challenge nem más, mint a lőjél le tíz ember, csinálj 10 kill striket, miközben támadsz egy pontra. Ha meg tudod ezt csinálni, akkor megkapsz egy aranyszínű bármit, amit kiad a játék. Például egy Sturmgeber esetében ad egy tárat, egy aranyszínű tárat. De nem az a lényeg, hogy aranyszínű tárat kapsz. Hanem az a lényeg, hogy csinálj 10 striket, még az se nagy szám, igaz? Miközben támadsz egy pontra. És frontline szól lehet, hogy ezt könnyen meg lehet csinálni, de quest-en annyira nem feltétlenül, mert a pont hihetetlenül gyorsan elfoglalódik. Úgyhogy, és, és, akkor így eszembe jutott, hogy baszki, meg tudok én még csinálni 10 kill strick-et, miközben támadok egy pontra. Képes vagyok le ö, azt megcsinálni. És ám voilà, itt, itt, a klip. Meg lehet, meg lehet nézni, össze lehet számolni. És igen, akkor ébredtem föl, hogy nem azt kell nekem, hogy egy aranyszínű tárat szerezzek, hanem az a szintű kihívás, ami beindítja azt, ami régen voltam. 10 kill striket, miközben ez és ez történik. Emlékszem, az egyik legélvezetesebb uh, Call of Duty 4 játékaim közé tartozott, Ami Call of Duty 4, oké, okay, 4, Modern Warfare, az első, nem a remaster, és uh, az egyik legélvezetesebb játékunk közé tartozott, amikor egyik, egyik pillanatban úgy döntöttem, hogy én csak késsel fogok menni. Kod 4-ben, oké, okay. Kod 4-ben nem volt feltalálva semmilyen késperk, sem az, hogy az emberek késeljenek és csak késsel rohangáljanak. És miért csináltam olyat? Hát nem tudom, épp úgy döntöttem, hogy vajon képes vagyok rá? Megcsinálni. És a kodban ilyen dolgokat állítottam fel magamnak. Sokszor egy videó kedvéért képes vagyok-e ezt csinálni azért, hogy megmutassam nektek, hogy lehetséges-e videóban? A másik dolog például, emlékeztek, csináltam volt KOD um, Ghost. Igen. Code Igen, csináltam egy sorozatot, ahol ilyen motivációkról beszéltem, arról, hogy jobban legyünk játékban, és kevertük egy kicsit pszichológiából, és minden játékot úgy intottam, hogy egyre-egyre magasabb, minden videó egyre-egyre magasabb kill mutattam be, és a hozzávezető utat. Meg lehet nézni, egy tök jó kis sorozat lett, úgy gondolom, kár, hogy a Code Ghost maga az annyira nem lett nagy számjáték, de a sorozat jó lett, és kis killstreakekkel kezdtem, és a végére a legnagyobb killstrikig mentünk el. És hogyan szer szerez meg, hogyan taktikálsz, hogyan gondolj, hogyan ne ad fel ezeket a dolgokat. És ugye annak a videón az ott a lényeg, hogy meg tudom-e csinálni ezt a videósorozatot, meg tudom-e mutatni, pedig már akkor idősebb voltam, meg tudom -e mutatni, hogy én még meg tudom csinálni, és az volt a lényeg és itt jött el a, a dolog lényege, hogy képes vagyunk-e bizonyos körülmények között bizonyos kihívást megcsinálni. Azt, hogy kapunk egy jutalmat a végén, az csak az extra plusz fasz a dolog kell az nekünk, de az idősebb gamereknek ezt, van, ezt a kihívást csinál meg. tudsz egy ilyet csinálni ilyen körülmények között? És akkor érezni fogod, hogy visszajön az a skill, amit úgy gondoltál, hogy elveszett, pedig soha nem veszett el. Srácok, ennyi lett volna, illetve uraim, hölgyeim, hölgyeim és uraim, ennyi lett volna ez a videó. Nagyon köszönöm a figyelmet, ha tetszett miről beszéltem, ha egyet értesz velem, akkor dobj a rájkot, iratkozz fel, csengő nyomjatok rá, szépen, hogy értesítést kapjatok a videókról. Ha Discord szervünket szeretnétek használni, a link a videó leírásában, Facebookon megtaláltok, bármilyen témát lehet kérni, igyekszem róla videót csinálni. Köszönöm a figyelmet!